Babits Imre Dérkristályok növekvő sóhajából című kötetében jó fél száz oldalon sorakoztat négy soros alkaiuszi strófákat, a DNS spirál formájára emlékeztető ferdevetemedést mutató felvitelben. A szerző elénkvetíti az egész teremtés történetet, az első lélegzettől a föld létezése utáni porladásig, de nem a részletábrázolás aprólékos igyekezetével, hanem az egész létezést szem és ész előtt tartó éberség, szubstanciális mérlegelés és egyfajta költői végítélet légvételeivel. Akár az emberre, akár az állat vagy növényvilágra téved motozó és csalhatatlan erkölcsi szemszöget villogtató tekintete, van hanghordozásában valami kozmikus szédület, és ugyanakkor a szívverés mindig hallható nyugtalanságára utaló szeszélyesség. Egyfajta kaleidoszkopikus ihlet tüzében vonultatja fel a világlét óriás díszleteit és a romlott és tévelygő, esendő emberi tudat rezzenéseit. A kötet szokatlan formai alakzatával mintegy szédítgeti, az antik forma súlykolásával ugyanakkor meg is nyugtatja olvasóját. Sorolhatnám még egyéb erényeit, az elmélyült szemléletét, létféltő aggódását, a szigorú kötött forma szorításában is harmonikusan kibomló formáló erejét, szókincsének plastikus szabatosságát, gondolati tágasságát, ugyanakkor bensőséges cizelláltságát. A mű bravúros módon egyszerre érzékeltet valamit a körülöttünk lezajló természeti és erkölcsi apokalipszis súlyosságából, ugyanakkor valamely önfelett reménység itatja át. Babits Imre komoly magaslatok felé halad. Ha csak az útra néz, mint ahogy eddig tette, már ma is örökre megnyugodhat a járás és a rendkívüliség vigaszában.